Ehhez viszont egy kicsit át kell alakulnom. Hát nem biztos, hogy erre fel vagytok készülve, de jöjjön! Na hát ezt belőle mind nézek ki, amikor gyárlátogatásra megyek. Hát mondjuk úgy nem ez lesz a csajozós szettem. Szép jó reggelt nekinek innen Magyarországról. Azt azért nem mondom, hogy jól esett a 28 fokból leszállni repülővel a 8 fokba Magyarországra, de nem panaszkodok. Ugyanis egy napja vagyok itthon, de már a mai napom is eseménydús lesz, nagyon is. Ugyanis megyünk az Avalon Parkba, a Xixo elvisz minket az Avalon Parkba Annával. Illetve mielőtt elmegyünk az Avalon Parkba, előtte még elvisz engem a Xixo gyárba. Hát időközben megérkeztünk ide a gyárba, hatalmas ez a gyár, és nagyon-nagyon modern ez a gyár. Mindjárt elmondom, hogy mennyire, de be fogunk menni a gyártósorra. Ehhez viszont egy kicsit át kell alakulnom. Hát nem biztos, hogy erre fel vagytok készülve, de jöjjön! Szóval hogyan is néz ki egy Xixo-nak a gyártása? Egyébként hihetetlenül modern az egész. Úgy kezdődik, hogy ugye az alapanyaggal kezdődik, van saját gyártású alapanyaguk. Van por és folyékony alapanyagok, amiket megfelelő gépek megfelelő mennyiségben összekevernek, és ebből elkészül egy szirup vagy egy szörp, ami tényleg úgy kell képzelni, mint egy szörpöt, hogy igazából azt kell majd felhígítani vízzel, és abból lesz maga a kész termék, amit mi megiszunk. Na hát az a durva, hogy képzeljétek el, hogy egy ekkora dologból készül a nagy másfél literes palac. Szóval ebből a kis műanyag dologból lesz ez a palack, ami meg lesz öltve kólával, és összesen ahhoz, hogy ebből ez legyen, 3,5 perc szükséges. Ami még fontos a Xixo kólákkal kapcsolatban, hogy cukrot nem tartalmaznak, csak természetes édesítőszereket. Ezen kívül a modern gyártási folyamat és a nagyobb mennyiségű szénsav miatt tartósítószerre sincsen szükség, és ami még durva, hogy az egésznek az alapjához a vizet, az saját kútból nyeri. Akkor még egy nagyon-nagyon érdekes dolog, az egész gyár automatizált, tök automatán megy a gyártás, és 3 darab ember kell ahhoz, aki a gépeket felügyeli, és hogyha bármi van, meg akadás van bármi, ott legyenek. Szóval ez rettetesen durva. Ezek a gépek 48 ezer darab fémdobozt tudnak megtölteni egyetlen egy óra alatt, úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon durva. Most viszont indulás Annához, Anna már valószínűleg ott van az Avalon Parkba, úgyhogy nézzük, mi vár még valánk. Na hát itt vagyunk a gyárlátogatás után, most már találkoztam Annával. Itt vagyunk az Avalon Parkba, elhozott minket a Xixo ide, és egy eléggé összetett napunk lesz innentől kezdve. Viszont Annával nagyon-nagyon régóta nem találkoztam. És amióta nem találkoztam Annával, azóta azon kívül, hogy elköltöztél. Igen. Azon kívül bővült a család. Itt van Filip, amiről lehet, hogy alpáran tudtak, lehet, hogy nem. Ő kérlek szépen egy gyönyörű francia bulldog. És ez az a kutya egyébként. Csühötesson. Ez az a kutya, ami röfög, nem? Hát ő még nem, de azt szokták mondani, hogy igen. Hogyha nagy lesz, röfög. És azt hallottam, hogy ha megfutatod, akkor meghal. Nem, ez nem igazán igaz. Tudti? Nem. Viszont nagyon büdöséget pukizik. Az az igazság, hogy nem először vagyok itt az Avalon Parkban. Egyszer már voltunk egyébként Annával ugyanitt, csak akkor nem wellnesseztünk és nem fürödtünk. Akkor ide jönne az igazi Mikulás, van ilyen igazi Mikulás, nem tudom, Finn Mikulás. A húgom ezt megtalálta az interneten, és mondta, hogy mindenféleképpen szeretné látni. Így a gyárlátogatás után ezt szervezte nekünk a Xixo. Hát egy ilyen relax nap.
egy relaxációs napunk. Igen, először megyünk szaunázni. Itt egy ilyen különleges szaunában lesz részünk, egy szauna szeánszban. Utána pedig megyünk egy masszázsra, Hú, de szép gyűrfejünk lesz délutára. De jól fogunk kinézni. Igen, utána... Legalább kipihentek leszünk. Az biztos. Istenem, a füle hallod. Kisza. Egyébként kijöttünk Annával. Kijöttünk Annával a... Mi volt a szauna? Nagyon jó. Ez volt az első szauna szeánszom. Ugyanis soha nem voltam. Nem mertem még bennmaradni, mert bírom a meleget, csak de aranyos Istenem. Nem mertem még soha bennmaradni, amikor így jött a szauna szeánsz, bárhol is voltam, viszont most bennmaradtunk. Egyébként nagyon jó volt. Komolyan. Jó, és most volt az első alkalom, hogy bejöttem egy hideg vízbe utána, és most már értem, miért mondják, mert egyébként nagyon jól esik. Srácok, végeztünk Annával a masszázsom. Ez egy ilyen páros masszázs volt egyébként. Előre leszögezni, hogy Annával nem vagyunk együtt. Nagyon-nagyon meglepett, hogy abban ott tartott egy ilyen része is. Ez pároknak egyébként iszonyatosan jó. A masszázs nagyon-nagyon jól esett, nagyon feltöltöttem, és innen megyünk is tovább, hogy bokártózni. De előtte én meg szeretném mutatni a kedvenc évet ebben a páros szobában, ami ez brutálisan jól néz ki, és alapból nagyon romantikus, most Annával ez egy ez egy kicsit most egy fura szituáció, de ez nagyon-nagyon romantikus. És ez nem minden, ugyanis kaptunk, ez egyre romantikusabb, kaptunk egy gyümölcstálat is, akit felhív a fensből. Ja, igen. Fensből is rendelkezésre. Körülbelül egy fél évvel ezelőtt itt voltunk Annával, és még akkor Good Life Marci is itt volt, és akkor gokártoztunk egyet, egy versenyt csináltunk hárman. Viszont az egyik legnagyobb szégyen gokártozásom volt, mert én biztos voltam benne, hogy nyerek. Az, hogy Marci lehagyott, az még nem is zavar, de az, hogy Anna lehagyott, az rettenetesen kellemetlen volt. Viszont ezt arra fogom, hogy van köztük egy kis súlykülönbség. Úgyhogy itt a revancs ideje, és most fogunk gokártozni, és megpróbálom megvenni Annát. Már előre féltem amúgy ettől. Elérkeztünk a nap végéhez, a gokárt után, azt egyébként nem mondtam, de a gokárt után kicsit beleéltem magam a versenybe, meg is nyertem egyébként, úgyhogy revansot vettem rajta tényleg. És utána még készült nekünk a Xixo egy kis meglepetés vacsorával, egy ilyen nagyon különleges, narancsban, vácolt csirkét. Igen. Kaptunk, salátával. És rettenetesen finom volt. Igazából ennyi volt a napunk, nagyon szépen köszönjük a Xixónak, hogy itt lehettünk. Az Avalon Park az brutálisan feldobott, és tényleg egy olyan hely, nagyon hogy szépen. Ide így teljesen nem csak azért, hogy meghívnak, hanem ide bármikor eljönnék. Tényleg itt kizárhatod a világot. Olyan, igen, mintha elmenekülnél így az egész világgal, nem csak Pest, hanem az egész világtól, és egy picit így élsz három napot. Úgyhogy még egyszer köszönjük, ha még nem vagytok feliratkozva, ne felejtsetek el feliratkozni, Annál is készült egy videó, úgyhogy nézzétek meg Anna videóját, le van a leírásba. Ha nem követtek Instagramon, akkor ne felejtsetek el követni Instagramon, ez nagyon fontos, hiszen mindig minden új dologról ott értesülhettek, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!